Sziasztok! Új bulit a deszkanépet. Ebben a részben a világosítókkal ismerkedhettek meg, és megláthatjátok, hogy hogyan is varázsolnak fényt a színpadra. Gyertek velünk, mert itt a helyetek! Ez a Altman, ez van fényes meg fekete, ugye ez inkább koncerteken használták régen. Hát ez egy profilgép, amiben két lencse van, és a lencsékkel lehet szabályozni a kör nagyságát meg élességét. Ez egy derítő lámpa, nagy felületeket lehet megvilágítani különböző színekkel, ha kell. PC, profil, lencsés reflektor, terelőlemezzel. Ez a kis lámpa, ez meg úgynevezett Fresnel lencsés lámpa. Igen, a világító tornyoknál használtak. Füstgép, aminek itt a tartályában van az úgynevezett kötfolyadék, és itt fújja ki a füstöt. Színfúrja, amit a reflektorok elé teszünk, ugyanúgy látszik ennél a gépnél. Különböző színek vannak, piros, zöld, sárga, meg azon kívül még sokféle. Egy komplet előadást kell elkészíteni az elejétől a végéig, tehát hogy díszletszereléstől a díszletekbe beszereljük a világítási eszközöket, és akkor utána bevilágítjuk a színpadot, és aztán utána meg ugye az előadásnak a lebonyolítása. Elkészül a díszlet, akkor a díszlettervekben megvan az, hogy hova kerül, milyen világítás, hogy most foglalatot vagy LED csíkokat ragasztunk bele, attól függően, hogy mi az igény. És akkor ezt ugye beszereljük, bekábelezzük, kipróbáljuk, hogy működik-e, és akkor utána bekerül a színpadra. 2-3-4-en vagyunk, és akkor megvan az, hogy ki foglalkozik a színpadi résszel, ki megy fel a zsinórba, vagy a világítóhídra, ki az, aki a nézőtéri lámpákat állítja. Hát ezt így osztjuk be. És aztán utána, ugye, mikor kész vagyunk, akkor elők a pulthoz, és akkor ellenőrizzük, hogy minden oda világít-e, ahova kell. A rendező, vagy éppen a díszlettervező attól függ, hogy kívánja meg az előadást. Vele rakjuk össze a világítást, és ő elmondja az igényeit, hogy ő hova szeretné, hol szeretne kiemel dolgokat, vagy színeket, hogy itt ilyen legyen, olyan legyen a kép, és akkor ez alapján beállítjuk, és aztán a pultba ezt elprogramozzuk, ezeket a jeleket. És utána újból kezdődik minden előadás. És akkor igen, akkor másnap összeadunk egy másik darabot, az ugyanígy működik, hogy ahogy kész a díszlet, akkor beszereljük a világítását, és akkor előadás után ugyanúgy szétszereljük az elektromos bekötéseket, csatlakozásokat, hogy a díszítők ugyan szét tudják oldani a falakat. Hát ez egy fantasztikus csapatmunkát igényel. Igen. Az előadásnál, mondjuk, vagy most azt a producereket próbáltátok, ott hány lámpa van készen lépen? Vagy hányat szereltetek meg? Tőle 40-50 lámpa biztosan a színpadon, hanem több, és akkor még a nézőtéren. A hagyományos lámpákban színeket rakunk. Tehát vágjuk a színfóliát, piros, zöld, kék, sárga, ezeknek száma van, és akkor szám szerint azonosítjuk, hogy melyik jelenetben milyen típusú szín kell. És akkor ugye vannak a lámpa elején a színkeretek, oda behelyezzük ezeket a színeket. Vannak ezek az intelligens lámpák, amit előszeretettel használnak. Szerintem az a intelligens, ami kezeli. Azokkal aztán lehet tényleg a színnel játszani, mert effekt eszközök vannak beépítve, tárcsák, gobók, és akkor a mozgása, amivel lehet játszani. Beszélj még egy kicsit a fejgépről. Valami fontos jelenetet kell kiemelni, és akkor ugye elmegy az alapvilágítás, vagy halványodik, és akkor a fejgép erőssége kiemeli. Műzikelekbe, operettekbe, zenész számoknál általában valami szint kap a háttér, meg a díszlet, a fejgép, meg a szereplőkön. Ez itt a fejgép, és Kázi megmutatja nekünk most, hogy ezt hogy kell használni. Vagy esetleg én is használhatom? Te is, persze, nekem? Persze. Ezzel szoktak rányitni, ezzel a körnagyságát lehet szűkíteni, nagyobbítani. Aha. Ó. Nagyon finoman kell itt. Igen. Nagyon érzékeny, jó szár. Hát ez meg tudom milyen korán. Nagyra? Aztán. De jó. Én különböző effekteket is szoktatok használni. Ilyen például hát igen, a füst vagy köd effektek. Ugye a színpad alatt van elhelyezve egy ködgép, ami beködösíti a
teret, és akkor ettől a fénycsóvák jobban láthatóak. Vagy pedig ugye a másik, a füst, a speciális jelenetek vannak, amikor a füstgépeket használjuk. Hát most már száraz eget nem használunk mi, hanem a hidegfüstnek hívjuk. Ez egy hagyományos, mint egy füstgép, csak itt egy CO-gázzal hűtjük le a füstöt, és ezért nem emelkedik meg, hanem a földön marad, és olyan hatása van, mint a száraz égnek. Mondanál egy ilyen előadást, amiben használtatok ilyen? Hát, amilyen látványos volt, az az ember tragédiája, de Eszkimó jelenet, ugye, amikor a havat imitáltuk ezzel a füsttel, hogy kicsit meg volt döntve a színpad, és akkor hátulról ment be a nehéz füst, és akkor az egész színpad olyan volt, mint egy behavazott táj. Sötétre szoktatok ugye ülni. Igen, hát annyi fény van, hogy ugye a pultot lássuk. És amit most benyomtál gombokat, amit most látunk lenn a színpadon, ez melyik darabban tűnik fel az a fény? Bál a Szavolynak az egyik jelenetében, itt végül is a monitoron látszik. Itt mutatja ugye a lámpákat, hogy melyik hány százalékon van, akkor melyikben milyen szín, hogy mozog. Az, hogy hány százalék, az mit jelent? Hogy hány százalékon van fény, egy lámpa? A fény ereje, hogy világít, mennyire erősen. Hány méter magasan van? Hú, hát az nagyon magas. Hát ugye a kupola felett, tehát a tetőre padláson vagyunk, én nem is tudom. Eddig úgy volt ugye, hogy a szezon végén leengedtük, és akkor kicseréltük, akkor utána úgy maradt, mert akkor takarították, meg megbetették, és akkor a szezon előtt ősszel, ugye augusztusban visszahúztunk, de most egész jól bírják, mert másfajta izókat raktunk bele, úgyhogy már nem a hagyományos izók vannak benne, hanem ez egy kis érdekes, és itt ezt tovább bírja így, mert utána nem kellett cserélni. A világítás szerintem mit ad hozzá egy darabhoz? Szerintem nagyon látványos, hát ez ugye, ahogy nézzük a próbát világítás nélkül, csak munkafényben, és már zenekar van, hangosítás is, ugye sokat emel a dolgon, ugye már akkor egészen más, de amikor bejönnek először a szereplők, és akkor ebbe a fénybe, hát az, akkor teljesen megváltozik az egész dolog, szinte kinyílik a darab vagy a produkció. A szöveget is oda szoktuk írni, a végszavakat, vagy pedig zenében, épp a mozgást. Zenében táncra indulsz? Igen. Például? Igen. Ez a... zenében dzs, és táncra indul például, ezt a kollégám mondta.